Kedves vendégeim, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Virág Lajos, a Győri Fotóklub tagjának a kiállítás megnyitóján. A kiállítás címe az Érzékelt Világ. Virág Lajos barátom meglepett azzal a kéréssel, hogy nyissam meg a kiállítását. Megtörtént, délelőtt kiraktuk a képeket, nagyon örülök, hogy eljöttek. Most mi itt képeket fogunk megnézni, olyan képeket, amelyeken keresztül Virág Lajos barátunk bemutatja, hogy ő érzékeli a világot. Azt írta a meghívóra, hogy vizuális barangoló és fényvadász. Engem ez a fényvadász fogott meg egy kicsit, és végig gondolva a dolgot, tényleg így van, a fotós fényre vadászik, a fény által közvetített információkat, adott pillanatot akarja rögzíteni, azt akarja megmutatni, ezen keresztül azt akarja megmutatni, hogy ő hogy látja a világot. Kellemes időtöltést kívánok Önöknek azzal, hogy végignézik ezt a képet. Szeretettel köszöntöm a Szárszó TV nézőin előtt Virág Lajos fotoművészt. A meghívón ez a név szerepel, Virág Lajos, vizuális barangoló és fényvadász. Mit akar ez jelenteni? Ez a kalandozásaimat jelenti. A fotózással vadászunk a fényre, a fényeket keressük, a fényeket írjuk le, a fényekkel jelenítjük meg a témát. Itt a kiállításon is lehet látni, hogy belső fények vannak, vagy esetlegesen nincs is fény, ami határozott kontúrokat mutatna, hanem csak úgy egyszerűen van. Aztán vizuális barangoló. Nincs igazándiból egy téma, amire azt mondom, hogy ez fogna meg. Inkább azt mondanám, hogy mi az, ami nem fog meg. És ezért van az, hogy megyek, vándorlok, barangolok. Meg egyébként is szoktam túrázni. Tehát nagyon sok olyan fotó is van itt kint, amelyik úgy készült, hogy kimondottan túrázáson készült. Kerékpártúrán voltunk például a Schönbühel-i kastély, aztán a Johannsteini vízierőmű, amikor Passauból tekertünk haza egy hét alatt a Duna mentén, aztán ott a tökéletes harmónia a kőrakással, az pedig egy szurdokban, Ausztriában született. De több is mind más-más területen van. Hát ezért. Mióta fotózik, mióta került közelségbe a fotózáshoz? Hát több szakaszban. Gyerekkoromban édesapámnak volt egy orosz Smena gépe. Először azzal próbálkoztam. Aztán sok idő kimaradt, és akkor, amikor a gyerekeim megszülettek, akkor egy másik orosz géppel, egy Zenit géppel barátkoztam, és róluk készítettem fotókat. Későbbiekben a praktikagépre váltottam, ezek még mind filmekre dolgoztak. Aztán a munkahelyemen akkor én fotóztam a riport jellegű, meg az esemény jellegű fotókat, és aztán későbbiekben, amikor a digitális technika megjelent, akkor is a munkahelyemen kerültem kapcsolatba egy géppel, de az már digitális gép volt, és akkor kattintgattam. Aztán egyszer csak eljött az az idő, amikor több időm lett, több lehetőségem lett, és akkor vettem egy szép kis gépet, és aztán azzal kezdtem el. A korábbi időszakban nem volt mesterem, nem volt tanítom, tehát úgy próbálkoztam magamtól, és nagyon nehéz volt úgy. Aztán, amikor a digitális technika megjelent, és megvettem a szép gépemet, akkor egy Győrben egy tanfolyamot végeztem el, és akkor tanultam meg igazándiból azt, hogy miért kell azt csinálni, hogyan kell azt csinálni, hogyan kell kiemelni egy témát, vagy hogyan tudom megjeleníteni a témát, vagy mit tudok ebbe átadni, az érzéseimet átadni, hogyan tudom átadni. Szóval ezekhez kellettek. És természetesen autodidakta módon is nagyon sokat foglalkozom vele, ami azt is jelenti, hogy művészettörténet, irodalomtörténet, és ahogy itt beszélgettünk, versek is. Tehát nagyon sok esetben a vers és a kép egymásra talál. A
a mai digitális világban úgymond mindenki tud fényképezni, hiszen most már a telefonnal is lehet nagyon jó minőségű képeket készíteni. Mit gondol, van-e jövője a fotoművészetnek, a fotoművészeknek? Igen. Tortát is mindenki tud készíteni, csak van, akinek finomabb, mutatósabb tortája lesz, van, akinek meg csak hát a családon belül elmegy. Tehát valahogy én így látom. Tehát igazándiból a fotózás egy önkifejezési forma. Mindenki próbálkozik valahogy kifejezni magát, ki a patchworkkel, ki a tortával, ki a fotózással. És nyilvánvaló egyébként, hogy aki egy kicsit, akit egy kicsit mélyebben megérint a dolog, az komolyabban foglalkozik majd vele, és keresi az utakat. És igazándiból egy fényképezőgéppel is meg lehet látni a témát, meg lehet fogni a témát. Tehát ott is be lehet mutatni azt, hogy másképpen, nem csak általában, hogy na akkor bemutatom az előteret, a hátteret, és minden, és elveszik a lényeg. Ott is lehet alkotni, tehát az ember a gondolkodásával. Tehát azt akarom kifejezni ezzel a körmondattal, hogy igazándiból az ember az, aki alkotja a képet. A gép csak eszköz. Eszköz a megjelenítésre. Tehát igazándiból más gépekkel is lehet, és úgy érzem, hogy van jövője, sőt. Köszönjük szépen, hogy elhozta a kiállítást, és további sok sikert kívánok a fotoművészi pályafutásában. Köszönöm szépen, és remélem még majd azért találkozunk más képeimmel is itt.